lényegében most ugye a 20. pálya környékén járunk, mert ugye hát már ezek nincsenek számozva. És itt ilyen dugattyúszerű platformokra kell ráugrunk, nem kell velük foglalkozni, nem ölnek meg. Középsővel ráugrunk, fölül kilövünk ugye egy portált, és lefelé ugorva bejutunk a másikhoz. De itt már aggódni kell egy kicsit, mert itt elég könnyen neki préselhet a falnak egy ilyen kis dugattyúszerű cucc. A lényeg igazából az, hogy a egyik ilyen felfele mutatóra rá kell ugranunk, és hát ha nem lenne ilyen portálunk, akkor természetesen meghalnánk, de ilyen esetben egyszerűen ugye visszajuthatunk a pályára. Itt is ugye az a feladat, hogy minél följebb jussunk, ezt különböző ábrák mutatják is, és gyakorlatilag ezekre a mozgó platformokra kell folyamatosan ráugranunk, és hát megtalálni az egyre följebb vezető utat. Ne felejtsük el természetesen, hogy itt is mindenhol át lehet lőni a rácsos kerítéseken, és persze mindig találunk majd olyan pozíciókat, amivel például itt ugye ismét a gravitációs gyorsulást kellett kihasználni. Például itt van ez a terület, ami elsőre nagyon ijesztőnek tűnik, de hát látjuk, egy egyszerű portál trükkel könnyedén átjuthatunk rajta. Ezen is elvileg át lehet szaladni, de nem érdemes kockáztatni, inkább keresünk két felületet, ahol a portált belőhetjük, és már meg is vagyunk. A felfele jutás is hasonlóképpen zajlik. Meg kéne találnunk először egy olyan pozíciót, ahova ugye lőhetünk egy magasabb pontra, ugye lent körbe bárhova lőhetünk portált, erre ráugrunk, és akármennyire záródik be lényegében ez a dugattyú rész, nem fogunk leesni, tehát nyugodtan ráugorhatunk. Ha a legfelső pozícióban ugye ki tudtunk lőni egy portált, akkor megkeressük a másikat, vagy lövünk egy újat, és gyakorlatilag már is mehetünk tovább. Itt egy hasonló ilyen csőrendszerhez jutunk, de itt nem kell beugrani, nem is lehet, mert nincs olyan hely. Egyszerűen csak a csöveken végig kell gyalogolni, egészen addig, amíg eljutunk egy újabb ilyen dugattyús részhez. És ennek annyi a trükkje, hogy itt fölé kell lőni egy teleportot, illetve találni egy olyan pozíciót, ahova gyakorlatilag leugorhatunk a másik portál kapuhoz, mert ugye itt erre a csőre nem tudunk kaput nyitni. Ezzel meg vagyunk már is, ugye följutottunk a következő pályarészhez, és itt a nyíl, ahogy mutatja, nemes egyszerűséggel le kell ugranunk. Ha itt megpróbálunk átjutni ezen a pályarészen, ez kb. A 21-es pálya, akkor lekerülünk egy szobába, ahova mindjárt ilyen nagyon szirénák beindulnak, és gyakorlatilag egy olyan szobába jutunk, ahol folyamatosan elkezdenének lőni a robotok, és mindegyik ajtóból robot fog jönni. Ha az elsőbe bejutottunk, akkor igazából már nem lesz gond, mert csak végig kell menni mindegyiken, úgyhogy ahogy a korábbi pályákon is tapasztaltuk, egyszerűen a robotok mögé kell teleportálnunk, és az egyik szobában mutatja is a nyilacska, hogy merre kell tovább menni. De egyszerűen csak be kell teleportálnunk, és már meg is vagyunk. Újfent ugye használnunk kell a keresési technikánkat, olyan platform után kutatva, amiben lőhetünk portált, egyre kevesebb lesz belőle természetesen. És hát itt is találkozunk majd egy robottal, amit hatástalanítva egy jóval nagyobb szobába jutunk, ahol ismét a gravitációs gyorsulást kell kihasználni, hogy följuthassunk a felső szobarészre. De viszonylag egyszerűen megoldható a dolog, csak nyitunk egy teleportot, és egy másikba a gyorsulást kihasználva már tovább is jutottunk. A következő szobában találkozunk egy ilyen érdekes kis robottal, amit hát nagyon egyszerűen ki lehet cselezni, mert tehát mindig, hogyha minket befog, akkor gyakorlatilag könnyedén elmozoghatunk a rakétával, mert egyrészt nem lő azonnal, másrészt a rakéta sem annyira gyors. És ezzel gyakorlatilag ugye kilőttük a két üvegfalat, mert mi nem tudunk lőni ezzel a portálfegyverrel. És eljutunk egy olyan pályarészhez, ahol ismét lesz egy üvegablak, és itt gyakorlatilag a portálon kell átvezetni a rakétát,
És ha az is megvan, akkor be kell ugranunk egy ilyen szellőző csatornába, amit igazából többféleképpen meg lehet oldani. Én mutatok egy viszonylag jó pofa megoldást, aminél kihasználjuk azt, hogy a pályán található elemeket ugye össze lehet szedni, és ezáltal gyakorlatilag én fölépítek egy ilyen, hát lépcsőzetes részt, amivel szépen be lehet ugrándozni. Én ehhez egy ilyen konzolszerű gépet hozok első körben, illetve a az irodában található két székre is szükség lesz. Eközben természetesen vigyázzunk, hogy ez a kis pod ne találjon el minket, de hát látszik, hogy nagyon könnyedén ki lehet cselezni, nincs a robbanásnak semmilyen hatósugara, tehát nem fogunk tőle sebződni, még hogyha 2 centire tőlünk robban akkor sem. Fölveszük a második széket, szépen megállunk egy pozícióba, hogy oda rögzítse a célpontot ez a kis lövő, és idehoztuk ugye mindegyik ilyen kis segédletünket, és ebből meg kell próbálni egy ilyen hát állványt kreálni. Most ez nyilván nem lett jó, mert nem lett elég magas. Ilyenkor ugye próbálkozhatunk újra. Próbáljuk meg rátenni a gépre, és ha szerencsénk van, akkor pont úgy fogjuk meg, hogy egy ilyen elég magas állványzatot kreálunk vele, és ezzel természetesen azonnal föl tudunk ugrani. És itt már csak annyi dolgunk lesz, hogy ezen a ventilátoron átlövünk egy portált, és keresünk egy olyan felületet, ami nem fémes, nem fényes, és gyakorlatilag kijöttünk a túloldalán, és innen egy ilyen nyálkás részhez jutunk, de ez már a következő pálya.